János levélből az Isten ígyét olvasni nektek, az egy János 5-ből, és erről beszélni. Az elmúlt hét alkalommal a Szent Szellemről beszéltünk, úgy láttuk és úgy tartottuk fontosnak és nagyon jónak, hogy Húsvéttól pünkösdik terjedő időszakig töltsük ki mi is ezzel a fajta várakozással, amiről a Péter is beszélt, és beszéltünk a Szent Szellemről, beszéltünk a Szent Szellemnek a különböző megnyilvánulásairól, mindazt, amit végez ebben a világban. És én is ezzel szeretném ma befejezni ezt az időt, egyáltalán nem szeretnénk a Szent Szellemmel való együttműködés befejezni, de és majd meglátjuk, hogy ő hogyan vezet tovább, de ma mindenképpen egy kicsit összefoglalva is, meg, megemlékezni arról, hogy ki is ő, is, mit is végez az ő a mi életünkben. Az egyik legméltóbb ünneplése a Szent Szellem jelenlétének és eljövetelének az az, hogyha mi is betöltekezünk Szent Szellemmel. Tehát azért vagyunk ma is itt, és az, az az üzenetemnek is a lényege, hogy nem tudod jobban megünnepelni ezt a napot, mint úgy, hogyha engeded, hogy ő betöltsön, megújítson, megelevenítsen, ha még nem töltekeztél be, akkor ma szeretnénk lehetőséget adni, hogy betöltekezzél Szent Szellemmel. Ha még nem szólsz nyelveken, imádkozni fogunk, hogy nyelveken is szóljál. Ha pedig betöltekeztél már Szent Szellemmel, és idősebb keresztény vagy, akkor pedig azt szeretnénk, hogy megújuljál, és megújuljon bennünk a Szent Szellemnek a jelenléte. Tehát az 1 János 5-ből én az új fordításból fogom olvasni. A következőt mondja az Isten igéje a negyedik verstől terveztem, de elolvasom az elsőtől, mert már a szeretetről, Isten szeretetéről is annyi szó volt, hogy hagy szóljon itt is erről az Isten ígéje. Aki valóban hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az az Istentől született. Aki az Atya Istent szereti, az természetesen szereti az Isten gyermekeit is. Hogyan lehetünk biztosak benne, hogy valóban Isteni módon szeretjük az ő gyermekeit? Úgy, hogy valóban szeretjük az Istent, és engedelmeskedünk az ő parancsainak. Mert Istent szeretni annyit jelent, mint engedelmeskedni neki. Ez pedig egyáltalán nem nehéz. De könnyű, de jó, hogy mondta ezt a János. Hiszen aki Istentől származik, az legyőzi a világot. Ami pedig a világot legyőzte, az a hitünk. Mert ugyan ki más győzhetné le a világot, mint az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ő az a Jézus Krisztus, aki vízzel és vérrel jött. Tehát nem csak vízzel, hanem vízzel és vérrel. A Szent Szellem bizonyítja, hogy ez igaz, mert a Szent Szellem az igazság. Ez a három, aki bizonyítja az igazságot, a Szent Szellem, a víz és a vér. És ez a három ugyanazt mondja. Amikor az emberek mondanak valamit, elfogadjuk, hogy igaz, és elhisszük, amit mondanak. Akkor mennyivel megbízhatóbb, amit Isten maga mond? Hiszen Ő az igazságot mondja a saját fiáról. Aki hisz az Isten fiában, abban ott él az igazság. De aki nem hiszi el, amit Isten mondott, az hazugnak tekinti őt. Miért? Mert nem hitte el Istennek, amit a fiáról mondott. Ez pedig a következő. Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Ebből következik, hogy akiben él a fiú, annak örök élete van. De akiben nem él az Isten fia, annak nincs örök élete. Ezeket néktek írtam, akik már hisztek Isten fiának nevében. Azért írom, hogy egészen biztosak legyetek benne. Nektek már most örök életetek van. Ezért teljes bizalommal fordulhatunk Istenhez, ha az ő akarata szerint kérünk valamit, biztos, hogy meghallgat bennünket. Ha pedig biztosak vagyunk benne, hogy meghallgat bármit is kértünk tőle, akkor azt is tudjuk, hogy amit kértünk azt meg is adta. Ámen. Rendkívül erőteljes ige, és nagyon-nagyon bátorító a számomra. Négy gondolatról szeretnék ma beszélni nektek. Az első, amit így mond itt János Apostol, hogy a világnak a legyőzése. A János 16.37-ben olvassuk azt, hogy Jézus mondja, hogy bízzatok, én legyőztem a világot. Tehát a világnak a legyőzése egyszer már megtörtént 2000 évvel ezelőtt, amikor eljött a názereti Jézus Krisztus, és az ő halálával legyőzte az ördögöt, legyőzte az ellenséget, sőt az ellenségnek minden erejét, legyőzte mindazt, ami a világban, ami ellenünkre és az ellenségünk volt. És amikor harmad napon föltámadta halálból, majd mennybe ment, akkor valóban bizonyságot tett erről az Isten, hogy ez a munka, amit Jézus tett, ez őtőle való volt és valóságos. A kérdés az, amit itt fölvet az apostol, és nagyon nehéz kérdés. Ő nem azt mondja, hogy Jézus legyőzte a világot, hanem azt mondja, hogy ti legyőzitek a világot. Hogy ti fogjátok legyőzni a világot, is. ami engem foglalkoztat, és amiről akarok beszélni, az az, hogy hogyan tudod legyőzni a világot. Hogyan lehet ez? Hiszen azt mondja, hogy aki az Istentől származik, az legyőzi a világot. Ami pedig a vil, aki pedig a világot legyőzte, az a hitünk, vagy ami az a mi hitünk. Tehát mi a mi hitünk? Az, hogy Jézus legyőzte a világot, és ezért te is le tudod győzni a világot. De szeretném mindjárt elmondani itt az elején, hogy ez nem azt jelenti, hogy neked az egész világnak szembe kell menni és le kell győzni, hanem a világot akkor győzöd le, amikor magadban győzöd le a világot. A világ, az körülöttünk is van, de a világ bennünk is van. És ami ellen nekünk az igazi harcunk van, az a bennünk lévő világ. Erről beszél egy pár verssel, pár résszel előbb, a kettőben. Azt mondja, a 2.15-ben ne szeressétek ezt a világot, se a világ dolgait. Aki ezt a világot szereti, az nem szereti az Atya Istent. Ezek azok a gonosz dolgok, amik a világban vannak. Olyan dolgokat kívánunk, amik bűnös természetünknek tetszenek, megkívánjuk azokat a bűnös dolgokat, amiket megláttunk, és büszkék vagyunk arra, amink van. Mindez nem az Atya Istentől, hanem a világból származik. És ez a mostani világ el fog múlni, és velőre együtt az is, amit a hitetlen emberek kívánnak. De, aki az Isten akaratát és terveit viszi véghez, az örökké élni fog. Tehát miről beszél az apostol? Hogy bennünk van a világ. És igen, így van. És újjászületett emberekhez beszél. És ugye azt szoktuk mondani az egyiptomi kivonuláskor, hogy Izrael fiai, Izrael népe kijött Egyiptomból. Mert Isten hatalmas bizonyságot tett az ő népe mellett. Isten megítélte Egyiptomot, megítélte Egyiptom isteneit. Hatalmat vett fölöttük, gyakorlatilag megsebisítette őket, különösen a fáraót és a seregeit az utolsó csapás az volt, amikor belevesztek a vörös tengerbe. Tehát Isten egy hatalmas diadalmat aratott Egyiptom fölött. És hatalmas kézzel olvasjuk, hogy kihozta az ő népét Egyiptomból. És szoktuk mondani, hogy viszont az volt a probléma a pusztai vándorlás során, hogy Egyiptom nem jött ki az emberekből. Tehát ők kijöttek Egyiptomból. De Egyiptom nem jött ki belőlük. És igazából Egyiptom a világot jelképezi. És a nagy kérdés, drágáim, ma reggel, pünköstkor, ilyen ünnepi istentiszteleten, hogy el, meg kell lássuk azt, hogy mennyi van bennünk a világból. Hogy mi ugyan kijöttünk a világból. Azt mondja Jézus, hogy nem-e világból valók vagytok. De a kérdés az, hogy a világ kijötte belőlünk. És amiket itt felsorol a test kívánságai között, Jézusban nem volt jelen a világ. Jézus teljesen szabad volt belül a világtól. És azért mondta azt, hogy közeleg a világnak a fejedelme, de bennem nincs kontakt. Nincs semmi, amit találhatna. Nincs, ami összeköthetne. Nem úgy van, mint a vas és a mágnes. Hogy jön a mágnes, és ami bennem vas, az odaránt hozzá. Nincs semmi bennem. Nincs támadási felület bennem. Semmi nem volt benne a világból, a világ szeretetéből, a világnak a kívánságaiból, és mindazokból a dolgokból, amik a világban vannak. És ez egy nagy kérdés újra és újra. És ezért veti föl János. És a választ is megadja, hogy az győzi le a világot. Nem kint elsősorban, hanem bent, benned. Akkor győzöd le a világot, ha hiszed, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. És ha hisszük, hogy Jézus az Isten fia, és engedelmeskedünk az ő parancsolatainak, és megértjük az Isten igéjéből, hogy mit tervezett az Isten számunkra, akkor le fogjuk győzni a világot. Magadba, belül. És ha belül legyőztük a világot, és minél többen vagyunk ilyenek, akkor a világ is, hiszem, hogy le lesz győzve legalább a mi környezetünkbe, a mi területünkön. Ez ma különösen nagyon fontos. Ugye a, a Talmudban van egy mondás, ami azt mondja, különösen a holokauszt idején nagyon ismerté vált ez a mondás hogy aki megment egy embert, az az egész világot megmentette. Ha legyőzöd magadba a világot, akkor legyőzted az egész világot. Csak ennyi kell. Ott, ott van benned. És ha benned győzelmet veszel, ha benned magadban legyőzöd Egyiptomot, akkor legyőzted a világot. Miért nem győztek Izrael fiai? Miért nem voltak sikeresek? Van válaszunk a Bibliában, nem ezzel akarok igazán foglalkozni, csak mégis fontos dolog a hitetlenség miatt. Egy dologban foglalja össze a zsidó levél, hogy miért nem tudtak bemenni azok, akik kijöttek, akiket Isten hatalmas kézzel kihozott. Azt mondja a Biblia a zsidó háromban, 19. vers, hogy a hitetlenség miatt nem mehettek be. És mi pedig a hit által állunk. És mi is akkor győ, vagyunk győztesek, ha hiszünk az Isten igényének. A világ nyom bennünket, a világnak óriási elvárásai vannak. A világ nagyon szeretné, hogy abban a folyásba menjél, amit ő diktál. És értsd meg, és értsük meg, hogy az az út nem az Istennek az útja. Az Istennek az útja egy másik út. Az Istennek az útja az igazságnak az útja. Az Istennek az útja az Jézus Krisztus ismeretének az útja. Az az igazság útja az a szent szellemben való élet és járás. És a kettőt nem lehet összekeverni. A világ megy a maga folyása szerint, mondja az igen. És a világban lévő dolgok azok ragadják el az embereket. Mi pedig, ahogy el is hangzott, mi pedig kell, hogy kimenjünk azon a kihajtón, amire az van kírva hogy ez az út az üdvösségnek az útja, ez az út a názedeti Jézus Krisztusnak az útja. És Jézus erre vár téged. És ha már kimentél, akkor ne menj föl a fölőjáról, és gyere vissza. Hanem menj tovább azon az úton, amelyik egyenesen a megtartásba és az üdvösségbe vezet téged. Ne fordulj vissza, ne hátrálj meg. Különösen mondom ezt azoknak, akik úgy gondoljátok, hogy hogy nagyon nagy terhet cipeltek. Mind, mindegyikünknek megvannak a terhei, mindegyikünknek megvannak a nehézségei, mindegyikünknek megvannak azok a pillanatok, amikor úgy érezzük, hogy Isten nem válaszolt, vagy nem úgy válaszolt, vagy nem akkor válaszolt, ahogy én gondoltam, ahogy én szerettem volna. Mindegyikünknek kihívás ez, és az ördög szereti ezt kihasználni arra, hogy ellopja a bizodalmadat és ellopja a hitedet. Nagyon sokszor mondtuk már, az ördögnek nem kell a pénzed. Nincs rá szüksége. Az ördögnek még az egészséget sem kell. Nem kell a házad neki. Nem kell az autója, jobb autója van, ha akarja. Nem kell neki. Tudod, mi kell neki? a bizodalmad az Istenbe. A hited az, azt szeretné. Azt szeretné, hogy ne bízz az Úrban, hogy ne helyezd rá az életedet. Azt szeretné, hogy fordulj el tőle. Azt szeretné, hogy haragudjál rá. Azt szeretné, hogy okold őt a helyzetedért. Ő ezt szeretné. De tudd meg, hogy az Isten pontosan ezért küldte el a vigasztalót. Ezért küldte el az ő szent szellemét. Hogy megerősítsen. Hogy fölbátorítson. Hogy bíz benne. Hogy újra élj és járj vele. Tehát Jézus legyőzte a világot, és te is legyőzheted a világot. Hogyan győzheted le a világot magadban is? Magadban hitáltal. Úgy, hogy hiszed hogy Jézus Krisztus az Isten fia. A következő dolog, hogy Isten nem hagyott magunkra. És a következő gondolat az az, hogy azt mondja, hogy ő az a Jézus Krisztus, aki eljött, és három dolgot mond itt az Ige, ami nagyon-nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy ez a hívőknek a bizonyossága ebben a világban. Mindnyájunknak kell bizonyosság. Mindegyikünknek kell meggyőződnünk arról, hogy jó úton vagyunk. Az, hogy valaki mondja neked, az nem elég. Fontos, hogy az Isten igéjén alapuljon a hited és a bizodalmad. És azt mondja itt az ige, hogy hárman vannak, akik bizonyságot tesznek, vagyis három bizonyság van az életedbe, amelyről Isten tesz bizonyságot, hogy ő a tiéd, és te az övé vagy. És ez a három dolog, a szellem, a szent szellem, a víz és a vér. És azt mondja, hogy ez a három ugyanazt a dolgot mondja. A szent szellem, a víz és a vér. Mit jelent ez a három dolog az életünkben? Először is a szent szellem az, aki a minden igazságot megjelenít nekünk. Ő az egyetlen, aki megérteti velünk és veled és valamennyinkkel az Istennek az igazságát, az Istennek az igéjét. Nem értenénk az Isten igéjét, ha nem lenne a Szent Szellem bennünk. Hidd el, fogadd el, ő pecsételi be az életedbe azt, hogy az Isten igéje igaz. Mi honnan tudod, hogy igaz? Honnan tudod? Rengeteg ember van, aki azt mondja, hogy miért? Miért nem Budha? Miért nem Mohamed? azok is szent könyvek, azok is nagy vallások, ott is sok ember van. Miért? Ugye a Feri is beszélt egy heten. Miért pont Jézus? Miért csak Jézus? Miért csak Jézus? És tudd meg, hogy a Szent Szellem benned csak Jézusról tesz bizonyságot. Azt mondja Jézus, az enyémből vesz, és engem dicsőít. Tehát ha benned van és bennünk van a Szent Szellem, ő Jézus dicsőíti. Ő Jézusról tesz bizonyságot, ő Jézust emeli föl, ő Jézus teszi úrrá az életedbe. Tehát amikor a Szent Szellemről meg akarunk bizonyosodni, akkor tudd meg, hogy így tudsz bizonyságot szerezni. Így kapsz bizonyságot. Tehát ő a Szent Szellem. Azt írja itt a, a, az ötödik versbe. A Szent Szellem bizonyítja, hogy ez igaz. A Szent Szellem bizonyítja, hogy az Isten igéje igaz. És amikor én betöltekeztem Szent Szellemmel, akkor abban a pillanatban tudtam, teljes meggyőződéssel tudtam, hogy az Isten igéje igaz. És nem is érdekelt onnantól kezdve más. Csak az Istennek az igazsága, csak az Istennek az igéje. És tudom, hogy az élet és a halál kérdése van az Istennek az igéjében. És ezért a döntesz, és döntöttünk, és elköteleztük magunkat Isten mellett, akkor maradj meg ezen az úton. Akkor ne keres más megoldást, mert nincs más megoldás, egy út van, egy igazság és egy élet van, és ez a názareti Jézus Krisztus. Ő az út, az igazság és az élet, és a benned lévő Szent Szellem őról a tesz bizonyságot. Őt fogja fölemelni, őt fogja úrát tenni, és ez minél inkább így van, minél inkább hagyatkozunk a Szent Szellemre, aki azért jött el, hogy úrrá tegye Jézust, annál jobban fogjuk szeretni az Urat. Annál közelebb megyünk ő annál jobban függünk őtőle, annál jobban úgy vagyunk, mint ahogy az Anita is mondta, hogy ott leszünk az Úrnak a keblén, ott vagyunk ővele, és, és mindegy, hogy mi történik, ha ott vagy, akkor jó helyen vagy. De ebben a Szent Szellem visz téged oda, a Szent Szellem emel föl téged oda. Nem tudunk magunktól. Nincs magunknak erőnk ehhez. A víz és a vér. Azt mondja, hogy ez a három dolog nagyon fontos együtt. És én is úgy gondolom. Semmit nem beszéltünk össze a Bélával, és amikor fölolvasta a Nikodémussal való beszélgetést. Nagyon fontos a víznek és a vérnek a tanú bizonsága, hogy bizonságot tegyen. A víz is és a vér. A víz az azért fontos, mert újjá születtünk a víznek, víz által, a vízbe való bemerülés által. És tudjátok, és ezért mondta Nikodémusnak Jézus. Nikodémus, ha nem születsz újjá, nem tudsz bemenni az Isten országába. És úgy gondolom, hogy nem fenyegetett Jézus. Mondtam is ezt már. Nem fenyegetés volt ez, hanem egy útmutatás volt. Egy útmutatás volt, hogy Nikodémus, ezekre a dolgokra akkor kapsz választ, és akkor mehetsz be az Isten országába, ha eltemeted a régi énedet, ha eltemeted a régi életedet, és kapsz Istentől egy újat. Mert a régi életed nem akarja Istent szolgálni. A régi életed nem akar az Úrral járni. A régi életed a világot szereti. A világgal akar barátságba lenni. Mert a régi életed azt gondolja, hogy a világ mindörökké meg fog állni. Ezzel szemben Isten azt mondja, adok neked egy új életet, egy új természetet. Megszüntetem az okot az életedben. Erről szól a vízkeresség. Az ok, amely a bűnre vitt, az az ok, megszűnik az életedben. Mint kényszer, mint teher. És kapsz egy olyan életet, amelyik az Isten után vágyódik. És hogyha még elő-elő is vesz a bűn, akkor is ez az új természet, ez az Úr után vágyódik. Ez az új természet, ez Istennel akar élni és járni. Ez az új természeted nem érdekli a sorozat. Képzeld el, de tőlem annyi sorozatot néztek, amelyet akartok. De az új természeted az alig várja, hogy a Bibliát elővegye. Az új természeted alig várja, hogy hálát adjon az Istennek. Az új természeted az gyönyörködik az Úrban. És mi újján születtünk, romolhatatlan magból Isten igéje által, és a víznek a víz újjászületés által. És azt mondja az igaz, hogy a régiek elmúltak, és minden újjá lett az életünkben. Új teremtés vagy, teremtetvén a Krisztus Jézusban, igazságban és valóságos szentségben. Hiszed ezt? Igen, biztos, biztos. Egészen biztos. Semmi, semmi nem mondja a Bibliában, hogy a régi természeted is ott maradt. Semmi nem mondja. Azt mondja a Biblia, hogy eltemettük, halálba adtuk, odafeszítettük a keresztre, és élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És amely életet testben élem, azt az Isten fiába vetett hídben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta én életem. Értitek? Új teremtés vagy Krisztusban, és a régiek elmúltak, és minden újjá lett. De ő új ember vagy. Igazi új ember vagy. És azért fantasztikus a... És minnyája. Azért fantasztikus az Anita bizonságtétele. És nagyon hálás vagyok, Anita, hogy elmondtad. Mert igen, mert erről szól, erről szól az egész új életünk. Amit, amit Jézus hozott el a számunkra, amit Jézus Amire Jézus szabadított meg, amit, ami, amit ő rendelt mindazoknak, akik hisznek ő benne, hogy ne élj a bűnnek, a halálnak, a betegségnek, a szegénységnek az elnyomásában. Ez a régi életünkhöz tartozik. Ez a világhoz tartozik. A világhoz tartozik a jónak és a rossznak is bizonyos módig az élvezése. De ahogy arról beszéltem már, Jézus, és a szent szellem valami egészen újat hozott el. A szent szellemmel való életben, most mondok valamit, aztán otthon be, Nincs rossz. Nincs rossz benne. Nincs rossz benne. Az csak jó. Istennel járni csak jó. Ha van valami, ami még nem teljesen kóser, akkor az még nem teljesen az Úr. De nem baj, mert ezért jött el a Szent Szellem, hogy újját mindent. Tehát a víz az a lehetőséget adja meg. Azt a lehetőséget, hogy új életben élj és új életben járj. És ez egy óriási bizonyság. Azt mondja, a bizonyságot tesz ez a három dolog. A szellem, a víz és a harmadik dolog, amit itt felsorol a vér. Tehát a János apostolnak a tanúság tételében, a következő pedig a Jézus Krisztusnak a vére. És Jézus vére a melkisédek rendje szerint való főpapnak a vére. Ez egy egészen más vér. Erről is beszéltünk. Mint ami az ószövetségi áldozatkor volt. Ez egy új főpap, egy új szövetség, egy új áldozat, egy szent és tökéletes új áldozat, és egy teljesen új élet Ővel. Teljesen más. Teljesen más. Tudom, hogy némelyeknek botrány, de teljesen más. És ezért csodálkoztak az angyalok is, és csodálkoztak az Isten emberei is, amikor kijelentette ezt az Isten nekik, hogy ez mennyire fantasztikus. És ez a vér valóban ott van az atyánál. És ez a vér állandóan azért ott van az atyánál. Mert egyszer a főpapa tulajdon vérét, azt olvassuk, bevitte a szentek szentjébe, és letette, és az ott van. És azzal a vérrel Isten, az örökkévaló Isten megbocsájtotta az egész világnak a bűneit. Minden embernek a bűne meg van bocsájtva. Minden ember bűnéért Isten Jézus Krisztusban kifizette az árat. Ezért így közelíts meg minden embert. Nem csak a testvéredet váltotta meg Jézus, nem csak ő érette van kifizetve az ár, aki most itt ül közöttünk. Mindenkiért ki van fizetve az ár. Potenciálisan mindenki lehet az Istennel közösségbe, és beléphet ebbe a kapcsolatba. Egészen más, figyeljétek meg, ha így közelítesz meg egy embert, akkor nem ezzel a lenéző, lesajnáló, euh, jó, hát ha nem térsz meg, az a te bajod, majd elkárhozol. Nagyon sokan így közelítik meg. De Isten nem így néz az emberekre. Isten nem így néz az emberiségre. Isten szeretettel, írgalommal, az írgalmas szamutánus mintájára bánik az emberekkel. És ő neki mindenki fele barát, ahogy hallottuk a bizonságtételben. És ezt a vér hozta létre. És van egy nagyon jó hírem, hogy ez a vér ugyan ott van az atyánál, de ez a vér itt is itt van. Itt is itt van, mert a vér egyrészt bevitte Jézus, másrészt kiömlött a földre, és beitta a föld. És az a föld, amerről megvan írva, hogy beitta az Ábelnek a vérét is. És az bosszúért kiált. Ez a vér, ami szintén beitt volt a föld, ez kegyelemért kiált Istenhez. És ez a vér, ez itt van a világban, és ez a világ ezért van megváltva. És nem csak a világban van, hanem itt is itt van. Itt van. És amikor... Úrvacsorát veszünk, akkor közösségünk van ezzel a vérrel. És ez nem kevesebb vér, mint a Jézus Krisztusnak az a vére, ami értünk kifolyt. Érted? Érted, igen. Tehát ér értitek? Ez a vér, ez ugyanaz. Mert azt mondja, hogy ez az én vérem, amely ti érettetek, kiontatik és azt mondja, hogy valahányszor veszitek, ezt tegyétek az én emlékezetemre. És azt mondja, hogy aki nem iszza az ember fiának a vérét, és nem eszi az ő testét, annak nincs élete. Nincs élete. Viszont aki eszi és iszza az ember fiának a vérét, annak élete van. És szinte elképesztő a számomra, hogy Jézus, amit vért, bevitt a szentek szentjébe, azt fölajánja neked 21. században napi fogyasztásra. Napi közösségre. Hát óriási dolog. És amikor megemlékezünk erről, és nyilván ugye beszéltünk róla, hogy az úrvacsorának egy lényege van, de nem veszem el a Tamásnak. Ha... Egy lényege van a megkülönböztetés, hogy különböztesd meg hogy ez nem egy bor, nem egy közönséges bor, nem egy közönséges kenyér, hanem ez Jézus vére és Jézus teste a számodra és a számomra. És ez bizonságot tesz arról, miről, hogy te az Istené vagy, az Isten gyermeke vagy. Tehát a Szentlélek, Szentlélek, a víz és a vér mind a háromról azt olvassuk, hogy ez a három bizonyítja az igazságot. És a három ugyanezt mondja, és utána megerősíti, hogy amikor mondanak az emberek valamit, azt is elfogadjuk. De azt mondja, mennyivel inkább elfogadjuk az Istennek a bizonyság tételét. Tehát hidd el, hogyha újjá születtél víztől, ha betöltekeztél szent szellemmel, és hogyha hiszel Jézus vérében, amely eltörölte nem csak a te, de az egész világnak a bűneit, akkor örök életed van, azt mondja a Biblia. Akkor bizonyságod van arról, hogy átmentél a halálból az életbe. És ez a következő gondolat. Azt mondja, aki nem hiszi el, ezt ugye már el is olvastad a János háromban is, de ugyanezt mondja, hogy aki elfogadja Jézus Krisztusnak az igazságát, azt az igazságot, amit a fiáról tett, azt mondja, aki hisz az Isten fiában, abban ott él az igazság. Aki nem hiszi el, amit Isten mondott, az hazugnak tekinti őt. Miért? Mert nem hitte el az Istennek, amit az ő fiáról mondott. Ez a testvérek, megint elmondom, Nincs kis bűn, meg nagy bűn. Nincs ilyen bűn, meg olyan bűn. Itt beszél később róla a halálos bűnről. Egyetlen egy halálos bűn van. És egyetlen igazán bűn van a Bibliában. És tudjátok, az mi? A hitetlenség. Minden bűn ennek a következménye. És aki hisz az Isten fiában, még hogyha elő is fogja a bűn, akkor is ő. Megszentelés, és megtisztítja, és van lehetőséged visszatérni az atyai házhoz. Aki pedig nem hisz, az hazuggá tette az Istent, és én nem lennék annak a bőrébe, aki Istent kikiáltja a hazugnak. Na most azt mondja ezek után, hogy miért nem hittel, mert nem hittel az Istennek fiáról, amit mondott. Azt mondja, ez pedig a következő. Tehát mit mond az Isten igéje? Azt mondja, ez a következő. Isten örök életet adott nekünk, mondjuk el együtt, jó? Tehát mondjátok után, Isten örök életet adott nekem, és az, ez az élet az ő fiában van. Ebből az következik, hogy bennem él a fiú, ezért örök életem van. És még mondjuk el a, egy lépek egyet, hogy egészen biztos vagyok abban, hogy nekem, nekem már örök életem van. Na ezt mondjuk el még egyszer. Egészen biztos vagyok abban, hogy nekem már nekem. most nekem. itt örök életem van. Amen. Tehát mit mond az ige? Hogy ez a három bizonyság, így van, legyen az úrja a dicsőség. Ez a három bizonyság a következőről szól hogy fogadd el, hogy értsd meg, és hidd el, hogy bent vagy a Kánaán földjén. Nem bemégy, hanem bent vagy. Fogadd el és hidd el, hogy Isten jóságából, ha újjászülettél víztől, ha betöltekeztél szent szellemmel, hogyha hiszel Jézus bűnt el törlő vérében, ami ott van az atyánál, akkor azt mondja a Szentírás, hogy már most Örök életed van. És tudjátok, hogy ez miért nagyon fontos? Mert el fog múlni a világ, és el fog minden múlni, ami most nyomorúság, nehézség, szűkölködés, öröm, vagy bármi, ami ebbe a világban el fog múlni, el fog tűnni, el sem tudjuk gondolni, hogy milyen gyorsan és milyen hamar. Egyszer csak vége lesz, és nem lesz. És ezt nem én mondom, hanem az Isten igéje mondja, hogy ez a világ el fog múlni. De! Neked akkor is örök életed van, ha bármi lesz itt. Figyeljetek, ennél nincs nagyobb dolog. Az, hogy az Isten örök életet adott nekünk már most, az azért megyünk át az örökké valóságba, mert már most örök életünk van. Nem lesz, mint hogy a vallásos világ nagy része mondja, hogy hát, ha majd oda kerülünk, akkor majd kiderül. Nem ott fog kiderülni, Isten nem csinál zsákba macskát, nem bujócskázik velünk. Nem azt mondja, hogy na gyere, 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 aztán elbújok, aztán majd meglátjuk. Ha megtalálsz, akkor jó, ha nem, akkor nagy bajba vagy. Nem, nem. Ha hiszed, hogy Jézus az Isten fia most és itt, akkor a Szent Szellem bizonságot tesz benned, hogy Isten fia vagy, örök életed van, és nincs semmi okod a félelemre. És ezt azért mondja az Isten, hogy ne félj a jövőtől, ne félj az emberektől, ne félj az embereknek a véleményétől. Sokkal fontosabb, hogy mit mond rólad az ige, mint hogy bárki mit mond rólad. És ez múlt héten is a Tamás is beszélt erről. Erről beszélt. Bizonyosságod legyen az Úrban, és a saját elméd és értelmedre ne támaszkodjál. Nagyon rossz tanácsadó a mi értelmünk, nagyon rossz tanácsadó a mi gondolatunk, nagyon rossz tanácsadók a körülményeink. Azok mind azt tanácsolják, hogy ne bíz, hogy ne, ne higgy az Úrban. Elhangzott a tíz kém is, nagyon sokat beszéltünk, és a két kém is ott voltak az ígéret kapujában, az ígéret földjének a kapujában, és már csak be kellett volna egy lépéssel lépni és ott hátráltak meg. És azt mondja az igaz, hogy aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én szellemem. De rögtön hozzá is tesz, hogy de mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk. Te nem vagy a meghátrálás ember. Tudod miért nem? Mert örök életed van. És hogyha fel tudunk fegyverkezni ezzel a gondolattal, ezzel a hittel, ezzel a teljes meggyőződéssel, hogy örök életed van, akkor ez az élet egyrészt nagyon rövid, az örökké valóság mércéjéhez nem is lehet mérni, valóban úgy van, hogy egy csepp, vagy egy pillanat talán, el fog múlni, és ebben az életben is már, ami megmarad benned, az az, hogy örök életed van. Tehát azt mondja a Biblia, hogy ebből következik, tehát abból a hármas bizonyságból az következik, hogy örök életed van, és örök életet adott az Atya. És mi ennek a gyümölcse, és ez a negyedik dolog, amit szeretnék elmondani, azt mondja, ezeket nektek írom, akik már hisztek Isten fiának nevében, azért írom, hogy egészen biztosak legyetek benne. Nektek már örök életetek van, ezért teljes bizalommal fordulhatunk Istenhez. Ha az ő akarata szerint kérünk valamit, biztos, hogy meghallgat bennünket. Ha pedig biztosak vagyunk benne, hogy meghallgat, bármit is kérünk tőle, akkor azt is tudjuk, hogy amit kértünk, azt meg is adta. Tehát mi következik abból, hogy el vagyunk pecsételve? Mi következik abból, hogy egy teljes bizonyosságot van az Isten igéjében? És arról, amiről beszélünk. A Szent Szellem, amiről bizonyságot tesz. Hogy azt mondja itt, hogy teljes bizalommal tudj fordulni az Istenhez hogy teljes bizalommal add át az életedet neki. Teljesen hagyatkozz rá. Szeretnék egy nagyon, nagyon fontosnak tartom, hogy megértsétek, hogy emberileg nem várhatunk, és ne is várjatok jót a jövőtől. Mit értek ez alatt az emberileg? A világ állapota nem fog jóra fordulni. A körülmények nem lesznek jobbak. Imádkozunk ezért is, lehet, hogy átmenetileg ad Isten jobbat, de én mióta megtértem az Úrhoz, azt látom, hogy emberileg mindig jobbat vártunk, és nem jött jobb. Most cizellálhatjuk ide oda, ez az igazság. De egy dolgot elmondhatok, és ezt szeretném, nekem személy szerint mindig jobb lett. Minden kormányváltás, a rendszerváltás, ilyen váltás, olyan váltás, én Isten gyermekeként mindig jobb helyzetbe kerültem, mint előtte voltam. És azt tudom neked mondani, és nektek mondani, hogy most is bármilyen nehézséggel nézel szembe, lehet ez anyagi természetű. Lehet ez egy betegség. Lehet ez egy, egy, egy kapcsolati válság, házasságban, barátokkal, bárhogy. Egy dolog biztos. Benned van az Istennek a szelleme. És ő ezért jött. Nem azért, hogy pünköskor elmondhassuk, hogy eljött a Szentlélek és megszületett az egyház. Hanem ahogy ez már elhangzott, hanem azért, hogy minden pillanatban lépésről lépésre vezessen téged tovább vigyen. És akármilyen krízis helyzetben vagy, az Isten jót fog kihozni belőle. Most erre persze mondjátok, hogy miért mondom ezt. Miért vagyok ebbe olyan biztos? Azért vagyok benne biztos, mert ha örök életed van, ha Szent Szelem bizonyossága, pecsétje ott van az életedben, akkor mindig jobb lesz akkor mindig jobb lesz, még akkor is jobb lesz, hogyha látszólag esetleg olyan körülmények jönnek, mint ahogy el is hangzott, mert volt olyan, akit ö, ö, börtönbe vetettek, volt olyan, akit meg, megkínoztak, volt olyan, akit az Úr nevéért üldöztek. Volt ilyen? Volt. A zsidókhoz egy levél, 50-50 százalékban -50 mondja a hithőseinek a végén ezt. Nem csak azt mondja, hogy azt mondjuk, feltámadás útján visszanyerték halottaikat. Nem csak azt mondja, hogy országokat győztek le, futamították meg az ellenségnek a táborát, hanem mit mond ott ugyanott? Kardére hányadtak, ketté fűrészeltettek, vagyonukat elrabolták, és azt mondja, mindez Istennek a dicsőségére tudták, mindebben Istennek tudtak adni dicsőséget. Nagy dolog ez? Nagyon nagy dolog. De miért tudja ezt megtenni az ember? Miért tudod megtenni? Azért, mert örök életed van. Azért, mert nem ebből a világból való vagy. Azért, mert a világ nincs már benned. És törekedj rá, hogy ne legyen benned. És ezért jött a szent szellem. A szent szellem azért jött, hogy kiszorítsa az életedből a világot. Kiszorítsa a világnak minden, minden olyan vonzását, ami ide le akar kötni téged. Ami azt akarja, hogy ide valósinak érezd magad. Új teremtés vagy. Teremtett a Krisztus Jézusban. És higgy ebben. Tehát mit mond, hogy teljes bizalommal fordulhatunk az Istenhez. Vagyis teljes bizalommal kérheted az Istent. Teljes bizalommal járulhatsz a kegyelem trónjához. És ezért, ha nehézségben vagy, ha a világ folyása megy, ahogy megy, nem ettől függsz, nem ettől függünk. A Szentírásban az Isten emberei is soha nem attól függtek. Persze mindegyikünkre hatnak a körülmények. De, de ha elkezdtük a körülmények leuralni bennünket, akkor a hullámok összecsapnak a fejünk fölött. Ezért mi nem ebből a világból vagyunk, örök életünk van. Higgy ebben, éj ebben, ragaszkodj ehhez, vald meg, mondd ki, naponta akár számtalanszor, és hidd el, hogy a dolgok meg fognak változni. És a te személyes életedre nézve megvan az ígéret. A te személyes életedre megvan a gyógyulásnak, a szabadulásnak, az anyagi áldásnak és minden jó dolognak az ígérete. Miért? Mert Jézus elhordozta a kereszten. Mert Jézus meghalt ezért a kereszten. Azért, hogy neked ne kelljen ezt elhordoznod. És még a világot is szereti az Úr. Mert szerette a világot, és az ő egyszülött fiát odaadta érte. És ezért hosszan tűr, és a világ azért van még, mert még vannak olyanok, akiket vár az Isten, hogy bejöjjenek ebbe a nagy aratásba. És hiszem, hogy ez lesz gödön is, hiszem, hogy ez lesz a jövő, jövő időben közöttünk is. Minél nagyobb a sötétség, annál nagyobb az Isten világossága, minél jobban nyomják az egyházat, minél jobban nyomják az újjászületett hívő keresztényeket, annál jobban felragyog rajtunk az Istennek a dicsősége. Ez mindig így működött. Mindig így működött. Ószövetségben, új szövetségben mindig így működött. Hogy Isten nem hűtlen, ő nem hűtlen szerető, ő nem fog elfordulni tőled a legnagyobb nehézségdéjében, meg különösen nem fordul el. Az ördög azt akarja, hogy elhidd, hogy nincs veled az Úr. Azt akarja, hogy elhidd, hogy nem vagy Isten fia. Azt akarja, hogy elhidd, hogy most idáig jó, rendben, de most, most kész. És nincs kész, és nincs vége. Az Úr veled van, az Úr fölemel a karjaiba, oda vesz a keblére, és visz tovább előre, és ha kell, átvisz minden nehézségen. Mert megígérte, hogy ő ezt meg fogja tenni. És ezért nincs élet, és nincs halál, ezzel fejezte be a múltkor a Tamás, én is, és nincsenek angyalok, és nincsenek fejedelemségek, és nincsenek hatalmasságok, és nincs semmi ilyen teremtmény, amely elszakíthatna az Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van. És az Isten szeretőknek minden összedolgozik a javukra, mondja a Feri, és örülök, hogy ezt most ő mondja. Különös mód. Testvérek, nekünk Hívő embereknek egy útunk van, az a fölfelé vezető út. Csak fölfele, csak előre, csak tovább. Nem vagyunk a meghátrálás emberei, és nem fogunk meghátrálni. És ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek nehézségek, hanem ez azt jelenti, hogy ha az Isten veled van, akkor kicsoda lehet ellened. <kül> a örök életet adott az Atya. Ha a legnagyobbat odaadta, érted, ahogy el is hangzott már többször is, Jézust. Akkor hogy ne ajándékozna vele együtt minden? Higgy benne. A sárga csekkek nem a világ vége. Még ha nem tudod befizetni, akkor se a világ vége. Meg az a krízis, amiben vagy, esetleg a családban, esetleg a házasságban. bízz az Istenben, ragaszkodj hozzá, és úgy ki fog emelni, hogy azt mondod, hogy visszanézel. 37 évet értünk meg, vagy valahogy úgy. És visszanézek, és azt, azt, tudom elmondani, minden helyzetben, még ha el is csüggettem, vagy kétségbe is estem, de bíztam az Úrban, minden helyzetből kihozott az Úr. És mindig megáldott, és mindig megsegített. És ezért nem vagyok hajlandó semmilyen körülménynek engedni abban a vonatkozásban, hogy ez nem így lesz a jövőben is. Nem, nem az úr, aki idáig elhozott, nem csinál ilyet, hogy na elég volt öcsém, jó van, menjél most a magad útján. Mert hülye voltál, rossz döntést hoztál, egyébként is már unlak, mert unalmas fazon vagy, stb. Nem ilyen. Hanem, hanem ha azt látja, hogy nehézségbe vagy, ha azt látja, hogy sírsz a megállóba, akkor oda fog menni hozzád, és oda fog valakit küldeni, és meg fog erősíteni, és meg fog bátorítani, és föl fog emelni, és tovább fog vinni. És ez a pünkösnek az üzenete, mert ez a szent szellemnek az üzenete. Ez a szent szellemnek a szeretete, mert az Isten szeretete ő általa realizálódott, árat ki a szívedbe és a szívünkbe is. Ezért ma, ha vettük az úrvacsorát, szeretnénk azért imádkozni, hogy betöltekezzetek szent szellemmel, hogy megújuljunk a szent szellembe, hogy egy új érintést kapjál. És hogyha szeretnéd ezt, akár imádkozunk kézrátétellel is, ha pedig úgy gondolod, hogy helyeden is ezt át tudod élni, akkor vedd a Szent Szellemet ott, ahol vagy. Egyáltalán nem szükségszerű, hogy csak a kézrátétel által. Isten szeret, ott van az életedben. Ahogy dicsérjük az Urat, betölt a Szent Szellem, és át fogod élni újra az Isten jóságát. De úgy gondolod, akkor szívesen imádkozunk is. És ne felejtsd el, hogy ott van a bizonyság az életedben. Ott van a Szent Szellem bizonysága, ott van a víz keresztségnek a bizonysága, ott van a vérnek a bizonysága. És ez mind azt mondja, hogy Isten szeret téged. És örök életed van, és bízod Talikán. Palikán. Isten áldjon meg. Isten áldjon meg benneteket, és átadnám most a Tamásnak. Megkértük a Tamást, hogy ő vezesse föl az úrvacsorát, és ezután úrvacsorát fogunk venni. Úgyhogy gyere Tamás. Tamás elkészült, hozza a kenyeret, a bort. Köszönöm, hogy meghallgatt. Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy itt lehetek veletek, veletek együtt ismét, és nem egy tipikus úrvacsora ígét szeretnék felolvasni, hanem egy egészen másik igét, de azért teszem ezt, mert az elmúlt napokban, amikor erre a mai alkalomra gondoltam, akkor ez a történet jött elém, és annak az embernek a neve, akiről ez a történet szól, akit úgy hívnak, hogy mefibóset, talán már hallottatok róla. Szeretném az ő történetét felolvasni, legalábbis egy részét a második, Samuel második könyvének a kilencedik fejezetében található. Egyszer megkérdezte Dávid, maradt-e még valaki Saul háza népéből, aki iránt hűséggel tartozom Jonatánért? Volt egy Saul házából való szolga, akinek Cíbá volt a neve. Őt hívták Dávidhoz, és megkérdezte a király. Te vagy Cíbá? Ő így felelt. Én vagyok, a te szolgád. Akkor ezt mondta a király. Maradt-e még valaki Saul háza népéből, akinek hűséggel tartozom Isten előtt? Cíbá ezt felelte a királynak. Van még Jónátánnak egy fia, aki mindkét lábára béna. A király megkérdezte, hol van? Cíbá így felelt a királynak. Lódebárban van, Ammiel fiának, Mákírnak a házában. Akkor üzen neki Dávid király, és elhozatta őt Lódebárból, Mákírnak, Ammiel fiának a házából. Amikor megérkezett Dávidhoz Mefibóset, Saul fiának, Jónátának a fia, arcra esett, és leborult előtte. Dávid megszólította, Mefibóset. Ő így felelt, itt van a te szolgád. Dávid ezt mondta neki, ne félj, hiszen én hűséggel tartozom neked apádért, Jónátánért, és visszaadom neked nagyapádnak, Saulnak minden földbirtokát, te pedig mindenkor az én asztalomnál étkezel. Ekkor Mefibóset leborult, és ezt mondta, micsoda a te szolgád, hogy hozzám fordultál, aki olyan vagyok, mint a döglött kutya. Ezután hívatta a király Cíbát, Saul legényét, és ezt mondta neki, mindent urat fiának adtam, Amilyet csak volt Saulnak és egész házanépének. Te műveld a földjét fiaiddal és szolgáiddal együtt, és takarítsd be, hogy legyen mit ennie urat fiának. Maga Mefibóset, urat fia, állandóan az én asztalomnál fog étkezni. Cibának tizenöt fia és húsz szolgája volt. Cibá így felelt a királynak: Mindent megtesz szolgád, amit uram, királyom parancsol szolgájának. Mefibóset pedig az én asztalomnál fog étkezni, mint egy királyfi, mondta Dávid. Volt Mefibósetnek egy Miká nevű kisfia. Cibá házának a lakói mindnyájan Mefibóset szolgái voltak. Maga Mefibóset Jeruzsálemben lakott, mert állandóan a király asztalánál étkezett, és mindkét lábára sánta volt. Azért jutott eszembe ennek a, az embernek a története, Mephibosetnek a története, mert úgy érzem, hogy valahol benne van a mi sorsunk is. Mephibosetnek az élete nagyon szépen indult. Gondoljátok el, hogy Saul királynak az unokája volt. Jónátának a fiaként látta meg a napvilágot. Örököse volt a királyságnak, ha úgy tetszik. Hiszen Saulnak az örököse Jónátán volt, Jónátánnak az örököse pedig Mefibóset lehetett volna. És minden szépen alakult, jól éltek, szép családban, dajkája is volt neki. Egészen öt éves koráig, amikor egy rettenetes napon minden megváltozott ennek a fiúcskának az életében, az jutott eszembe, hogy körülbelül olyan forma kis rác lehetett, mint az én második fiam Joel, aki most olyan öt évesnél egy picit idősebb. Szóval az a nap a rettenetnek a napja volt Mefibóset számára, amikor már azért tudott magáról, identitása volt neki, de azért még az életből nem olyan sokat tapasztalt. Azon a napon volt egy nagy ütközet a filiszteusok és Izrael fiai között, és ez az ütközet nem úgy végződött, ahogyan az izraeliták szerették volna. Ugyanis azon a napon meghalt Mefibósetnek a nagypapája, Saul, a király. És meghalt az édesapja is, Jónátán. De ez még nem volt minden. Ugyanis, tudjátok, abban az időben, ha valaki királyi családnak a sarja volt, az sok jót is rejtegetett magában, de sok rosszat is. A Dajka pontosan tudta ezt, ezért megragadta ezt a fiút, a karjaiba vette ő még nem tudott olyan gyorsan szaladni. És elkezdett. Elkezdett menekülni vele. De olyan gyorsan futott, hogy nem bírta a lába, ezért elesett. És hogy a bajból ne legyen elég, Mephibóset nem csak a nagypapáját és az édesapját veszítette el ezen a napon, hanem az egészségét is, mert úgy esett, hogy mindkét lábára megsántott. Elveszítette a családját, elveszítette az egzisztenciáját, az örökségét, és elveszítette az egészségét egy napon, és még mindössze öt éves volt csak. Hogy onnantól kezdve miről szólhatott Mefibosetnek az élete, azt nem tudjuk pontosan. De amikor végül Dávidnak, amikor már Izrael fölött is király volt, egyszer eszébe jutott, hogy talán még él valaki Jónatánnak, Saulnak a házából, akivel hűségesen cselekedhetek az én barátomért, akkor előkerült ez a, ugye, ez a fiú, aki már akkor felnőtt volt, volt egy kisfia neki, Miká. Talán olyan forma lehetett, mint ő akkor, amikor vele ez történt. Szóval akkor, amikor Mephibosheth odaállt Dávid elé, és Dávid annyira tetszik nekem, hogy odaáll, és azt mondja, Mephibosheth, a nevén szólítja. És aztán Mephibosheth azt mondja, hogy, hogy, leborult Dávid előtt. Micsoda a te szolgád, hogy hozzám fordultál, aki olyan vagyok, mint a döglött kutya. Ez volt az ő identitása. Tudjátok, hogy a kutya a héberek között az, az egyik alsóbrendű rendű minősítés. Mefibósat nem csak annyit mondott magáról, hogy én egy kutya vagyok, hanem annyit mondott, hogy én egy döglött kutya vagyok. És. <coughs> az gyönyörködtet ebben, ebben a történetben engem, hogy Dávid, aki, akiben ott volt a messiásnak a magja, mennyire lenyűgöző, ahogy, ahogy Krisztusnak a karakterét kiábrázolja ebben a történetben. Ugyanis hűséget tanúsít iránta, és azt mondja, lehet, hogy neked az életed tönkrement, de te akkor is királyi gyermek vagy, lehet, hogy elveszítettél mindent a rémületnek azon a napján, és azóta ennek az árnyékában élsz, de én most szeretnék neked visszaadni mindent, amit akkor elveszítettél. Értitek? És rendelkezést ad, hogy az apjának, a nagyapjának, Saulnak az összes birtoka legyen az övé. Gondoskodik arról, hogy legyenek, akik ezt megművelik, és az ellátását biztosítják Mefibósetnek és az egész családjának, és azt mondja, te pedig az én asztalomnál fogsz étkezni minden áldott nap. Minden áldott nap, mint egy királyfi. Fantasztikus. És amikor Mefibóset, nem azt mondom, hogy bebotorkált, hanem bevitték minden nap a királynak a palotájába, akkor ő a király asztalához leült. És az azt jelenti, hogy ott ült a király is vele. És amikor belenézett a királynak a szemébe, elfalatozgattak, akkor ez a közösség, ez a jelenlét, ez gyógyír lehetett, ha ne, a testére nem is, de a lelkére mindenképpen. Amikor úrvacsorázunk, akkor mi a király asztalához ülünk. A király asztalán nem libacombok sorakoznak, nem pacalpörkölt vagy töltött káposzta. Azt majd megesszük, ha hazamegyünk innen. Hanem két nagyon egyszerű dolog van. Egy kis kenyér, egy falat kenyér, meg egy korty bor. Ez a két dolog azt jelképezi számunkra, hogy a mindenható Isten nem mondott le rólunk, lehet, hogy a te életedben is volt olyan nap, akár több is, amikor mindent elveszítettél. De Jézus az Isten fia azért jött el, hogy ezt mind visszaadja neked. És azt mondta, hogy én azt akarom, hogy te minden nap az én asztalomnál legyél. A király asztalánál. A szemeimbe néz, és tudd azt, hogy én szeretlek téged. És én mindent kárpótolok, amit az ördög elvett tőled és amit a bűn miatt elveszítettél. Jézus Krisztusnak a teste, amely értünk, megtört, és Jézus Krisztusnak a vére, Isten fiának a vére, amelyik kifolyt értünk, mindent visszaszerzett számunkra. Mindent visszaszerzett számunkra, és mi az Istennek az örökösei vagyunk, mint királyfiak és királylányok örülhetünk. Most nem a tragédiára kell gondolni, most nem arra, hogy hogyan veszítettünk el dolgokat, hanem arra kell gondolni, hogy Jézus Krisztusban minden a miénk, hogy örülhetünk. Az úrvacsora nem egy szomorú esemény, nem tragédia, nem az önostorozásnak az ideje, nem a lelkiismeret felkorbácsolásának az ideje, hanem az örömnek az ideje, hogy gyönyörködünk az Isten kegyelmében, amit irántunk tanúsított. Milyen csodálatos az Úr, nem számít honnan jöttél, nem számít, mi történt a múltadban. Egy dolog számít, hogy Jézus Krisztusban a Mindenható Isten az ő asztalához ültetett téged. És most, amikor enni fogjuk ezt a kenyeret és inni fogjuk ezt a bort, ebbe fogunk gyönyörködni, ebbe fogjuk a hitünket megvallani, ezért fogunk hálát adni Istennek hogy ilyen nagy az ő szeretete irántunk. És az ő kegyelme meg fogja erősíteni a szívünket, és úgy fogunk elmenni innen, hogy mi Istennek a gyermekei vagyunk. Ámen. Kérlek, hogy álljatok föl. A zenészeket kérem, hogy jöjjenek előre. És arra hívlak benneteket, hogy mondjunk el egy imát együtt. Kélek mondjátok velem, mennyei atyám, köszönöm neked, hogy én a te örökösöd vagyok. Köszönöm neked, hogy bármi történt is az életemben, te nem mondtál le rólam. Köszönöm, hogy elküldted a te egyszülött fiadat, a názereti Jézus Krisztust, hogy engem megments. Köszönöm neked, Jézus, hogy meghaltál értem. Hogy a te tested megtört, és a te véred kifolyt. Értem. Köszönöm neked, Jézus, hogy te benned és te általad minden bűnöm megbocsátatott, és Isten gyermekévé lettem. Menj el, Atyám! Köszönöm, hogy a Te asztalod vendége lehetök, amit Te magad terítettél meg számomra. Rajta minden jóval, minden áldással, amit a Te kezedből kaphatok. Köszönöm ezt a kegyelmet, ezt a megtiszteltetést, ezt a méltóságot, hogy a Tiéd vagyok, hogy elfogadtál engem. Uram, én ezen a mai napon teljes hittel veszem a kenyeret, és veszem a bort, és megújítom a szövetségemet veled. Csak a tiéd vagyok. Csak téged akarlak szolgálni. Egész életemben. Örökkön örökké. Ámen.